Az alapkő letételekor elsőként Rokolja Csaba intézményvezető köszöntötte a vendégeket, diákokat és tanárokat. Az eltelt majd másfél évszázad alatt intézményünk mindenkor kiemelt figyelmet szentelt a sportnak, a testi nevelésnek. Az eltelt évtizedek alatt számos hazai és nemzetközi sportsiker fűződött iskolánk nevéhez, ezek közül kiemelkedik Zsivócki Gyuláé, az 1968-as mexikói olimpia kalapácsvető bajnokáé. Nevelésünk mai alapja, hogy az egész embert kívánjuk megszólítani, akit test, szellem és lélek egysége, ezért is kiemelten fontos számunkra, hogy megépülhet az új tornacsarnok. Ahhoz, hogy ma itt lehetünk, sok ember áldozatos munkája kellett. Ezúttal is szeretném hálás szívvel és tisztelettel megköszönni Kiskunfélegyháza város polgármesterének, illetve képviselőtestületének nagylelkű anyagi felajánlását, amely nélkül ez az új épület nem valósulhatna meg. Bízom abban, hogy egy olyan tornacsarnok fog itt épülni, amely büszkesége lesz intézményünknek és Kiskunfélegyháza városának is. Csányi József egykori tanítványként és polgármesterként is üdvözölte az új beruházás megkezdését. 25 évvel ezelőtt magam is ezen intézmény falai között töltöttem boldog diákéveimet. Tanáraim szorgalmának, tudásának és a tanításba vetett hitének köszönhetően olyan útravalót kaptam, mellyel bátran léphettem ki a világba, és bátran tudtam sikeresen érvényesülni az életben. Az elmúlt évtizedekben számtalan alkalommal találkoztam a vén alma máterrel, és próbáltam meghálálni azt a sok jót, a tudást, a kitartást, amit itt kaptam, meghálálva próbáltam helytállni. Majd ezt követően úgy éreztem, hogy az élet más hivatásba szólít, és polgármesterként még többet tudok tenni a régi alma máterért. Hiszem, hogy a mai alapkő letételével nem csak egy tornacsarnok épül, hanem ennek az intézménynek, a vén alma máternek a következő évszázadait alapozzuk meg. Az ünnepségen jelen volt Lezsák Sándor országgyűlési képviselő is, aki többek között az itt nevelkedett olimpiai bajnok Zsivócki Gyulával kialakult személyes kapcsolatáról is szólt a jelenlévőknek. Azon a helyen állok itt, ahol nagyon erősen dobogtatja a szívemet, hogy 1965-ben, 15 évesen ültem a rádió mellett, és a debreceni Nagyerdei stadionból érkezett a hír, hogy egy fantasztikus világcsúcsot dobott kalapácsvetésben Zsivócki Gyula, 73 méter, 74 centiméter. Fantasztikus csúcs volt. Én sportújságírónak készültem, és jegyzeteltem ezeket az adatokat, és ezt követően Zsivócki Gyula élete kiteljesedett előttem, különösen akkor, amikor az az iszonyatos autóbaleset érte, és a gipszágyban már kezdett edzeni, és hihetetlen akaraterővel edzette a lelkét, a testét. Szinte könyvfakasztó élmény marad, amikor 1968-ban ott állt a dobogó legfelső fokán, és lenézett a két szovjet kalapácsvetőre, és ez egy olyan elégtétel volt akkor a Kádár korszakban, amely érzékeltette velünk, hogy mit jelent a teljesítmény, mit jelent a sport, mit jelent az, amikor az ember képes olyan csúcs teljesítményre, amelyhez kell hit, kell környezet, és valami fantasztikus akaraterő. Zsivócki Gyulával barátságot is köthettem, sokszor volt vendégem lakiteleken, és amikor megtudtam, hogy itt ezen a helyen diák volt, itt edzette magát, akkor különösen fölragyogott a szemem, és köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek akkor, amikor alapkövet teszünk le, és egy tornacsarnok fog itt épülni. Titusz atya a Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG tagintézményének főigazgatója köszöntőjében azt hangsúlyozta, amikor azt ígérték, hogy jó gazdái lesznek az intézménynek, annak ez a mai nap szavak nélkül is bizonyítéka. 50 évente egyszer van lehetősége egy ilyen intézménynek ekkora beruházásra.
példaértékű összefogás született a projekt megvalósítására. A kormány, a Kosárlabda Szövetség, a város önkormányzata, a Pannonhalmi Főapátság, az iskolaközösség, volt és jelenlegi diákok, tanárok segítsége is kellett ahhoz, hogy ez a sportcsarnok most megépüljön. A köszöntők után Seres József, az Előszer Kft. Ügyvezetője zárta le az alapkövet, amelyben elhelyezték azt a dokumentumot, ami a beruházás előzményeit, fontosságát fogalmazza meg. Végül Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érseke megáldotta az új beruházást. Urunk, szüntelenül magasztalunk téged, aki minden csodálatosan elrendezel, az ember munkáját és tevékenységét is bölcsen irányítod, s megengeded, hogy a fáradt test és lélek felüdüljön. A pihenés nyugalmában, a tisztességes szórakozásban, kegyelmedet kérjük tehát, Urunk, hogy ezek a megfelelően emelt épületek a szabadidőt és a szellem felüdülését szolgálják a test és lélek egészségének megerősítésére. És áldja meg az épülő iskolát a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.